Díjnyertes természetfotók kaptak helyet ezúttal a Flash központ aulájában, ugyanis negyedik helyszínként itt mutatja be a varázslatos Magyarország kiállítását. A tárlatot hivatalosan október 3-án nyitották meg, amin közreműködött Nagy Krisztina és Pályer Hajnalka. A vendégeket a házigazda Flash Központ nevében Csiszer Péter köszöntötte, aki elmondta, a kiállított fotókat az különbözteti meg a dokumentáló tömegfotóktól, hogy a természetfotózás alapvető értékeit és tényezőit tudja, figyelemben tartja és azokat alkalmazza. Az igazgató hozzátette, a természetfotózás tudományos ismeretterjesztés, a természeti értékeket, a természet és az ember egymáshoz való viszonyát mutatja meg. Sokan azt állítják, hogy a szép természetfotóhoz nem kell más, mint jó időben, jó helyen lenni. Bár részben elfogadhatjuk ezt, de az itt kiállítók jól tudják, hogy a legsikeresebb természetfotók a kitartásnak, a tudatos, előzetes képtervezésnek, a kép elkészültének helyére több alkalommal való visszatéréséhez, a megfelelő ismereteknek, valamint a helyes felszerelésnek tulajdonítható. A kiállításon beszédet mondott Nagy István, aki elmondta, a természetfotózás azt a célt szolgálja, hogy rácsodálkozzunk a természetre. Sok minden valami csodálatos, de a legcsodálatosabb, az mégiscsak a természet. Hisz olyan dolgokat tud nekünk mutatni, ami sehol másutt nem lehetünk is. És gondoljunk bele, hogy minden pillanatban mindig valami meglepetéssel készül. A miniszter hozzátette, mindig más arcát mutatja a természet, térségünkben pedig körbe vagyunk véve a tökéletes környezettel, hiszen a sziget köz, a Duna világa olyan kincseket rejt magában, amik mellett sokszor úgy megyünk el, hogy észre sem vesszük azokat. A varázslatos Magyarország minden évben meghirdeti fotópályázatát, a beérkező képekből pedig egy kiadvány és kiállítás készül. Ez a kiállítás érkezett most Moson-Magyaróvárra, a Természettudományi Múzeum, a Gödöllői Kastély és a Mezőgazdasági Múzeum után. 2009-ben jött a gondolat, hogy egy természetfotópályázatot kellene csinálni, ami folyamatosan mozgásban tartja a természetfotósokat, és a fő gondolat az volt, hogy egy nagyon jó természetfotós közösséget megalkossunk, és mellette a nemzeti parkjainkat népszerűsítsük. Az egésznek a lényege, hogy havi pályázatok vannak, minden havi pályázaton pontokat gyűjtenek a pályázók, és év végén, mint a Forma 1-ben, az nyeri meg a fődíjat, most már a Magyar Természetfotó nagydíját, aki a legtöbb pontot gyűjti össze. A kiállítás megnyitóját követően Potyó Imre, a Magyar Természetfotó nagydíjasa szakmai tárlatvezetést tartott. Speciális felszerelése, hihetetlen világot láthatunk, ilyenkor 6 mm-ben pásztázom a mikrotájat, és ilyen élőnyekkel találkozunk. A magyarországi természetfotózás világhírű, mi sem bizonyítja ezt jobban, mint például Máté Pence eredményei, aki elnyerte a BBC világverseny legeredményesebb fotója díjat. A technika fejlődésével pedig számos lehetőség bontakozik ki a fotósok előtt, a természetfotózásban is. A varázslatos Magyarország kiállítása egészen november 3-áig tekinthető meg a Flash Központban.